Köszöntöm a stúdióban Magyar Pétert, a Tiszapárt lista vezetőjétől estét kívánok. Önné a körülbelül következő, elkövetkező 20 perc. Több ezer, több ezer nézői kérdést olvastunk át, ebből is lesz egy nagy csokor, amire időt kell, hogy mondjam, kiszorítani. Többségével a, többségében a jövővel szeretnénk foglalkozni, túl van az elmúlt pár hónapban több száz interjún, Ugye jól mondom, hogy több száz, vagy több ezer, vagy ki tudja. beszédekkel el együtt, biztos, hogy volt több száz. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! De kezdjük a múltal. Egy kérdés erejéig ön tudott a kegyelmi ügyről, volt erről bármilyen információja? Nem, a 444-en olvastam én is először. Tehát semmilyen információja semmilyen. nem volt. Az hogy lehet, hogy hogy, hogy ez sok mindenről tájékoztatta önt a feleség, a volt felesége? Ezt nem mondta el, vagy elfelejtette elmondani, vagy nem tudta belőle kiszedni? Mert szerintem ő sem tudta akkor, hogy ennek van jelentősége. Szerintem egy hiba történt ott a rendszerben úgy tették elé, hogy tudom azt a dokumentumot, hogy nem szóltak neki, hogy megváltoztatta a Sándor Palota az ő felterjesztését, ezért nem tartotta jelentősnek ő sem az ügyet, és valószínűleg ő is meglepődött, amikor megjelent ez a cikk. Egyébként még már nem éltünk együtt, amikor a, a kegyelmet ellenjegyezte, úgyhogy nyilván ezért sem tájékoztathatott. Azt különben nem zavarja önt, hogy a kegyelmi ügy feltűnése vagy napirendre kerülése az tulajdonképpen, pontosabban az ön megjelenése az levette a kegyelmi ügyet a napirendről. Tehát tulajdonképpen hálás lehetne önnek a Fidesz. Nem hiszem, hogy ez vette le a napi rendről, a, ugye egy álságos alaptörvény módosítást jelentett be a Fidesz, meg mindenféle jogszabály módosításokat, inkább ők ezzel meg ugye levették a köztársaság elnököt, és levették a volt igazságügyi minisztert, jó bevált hatalom meccettek metszettek egy nagyot a sebben, és ezzel ők lezárták. Mi éppen, hogy követeljük a válaszokat továbbra, és mi voltunk az, akik, akik tízezres tüntetést tartottunk a belügyminiszternél, a belügyminiszteriumnál, belügyminisztériumnál, és követeltük a lemondást és az elszámoltatást, és egyébként a felelősöknek a, a megbüntetését. Én voltam pár napja Bicskén éppen, és tartottunk ott is egy gyűlést, ahhoz szintén számon kértem a kormányt, egészen vérlázítónak tartom, hogy van egy kormányunk, amely magát családbarátnak, gyerekbarátnak, vidékbarátnak és kereszténynek hazudja, és odáig nem jutottak el három hónap alatt, hogy bocsánatot kérjenek, hogy belenézzenek a, a bicskei fiúknak, most már nem fiúk, most már felnőttek szemébe. Ugye nagyon sok segítséget nem kaptak, de legalább bocsánatot kérjenek tőlük. Ugye van egy 16 éves fiú Attila, akitől már nem tudnak bocsánatot kérni, mert ő öngyilkos lett. Ha ő nem lesz öngyilkos, akkor valószínűleg sohasem folyik tovább a büntetőjárás, és sohasem vonják felelősségre ezt a szörnyeteget és a segítőjét. Úgyhogy nem hiszem, hogy a Tisza párt, vagy az én megjelenésem vette ezt le a napirendről, mi pontosan... Nem a napirendről, hanem a fókuszból. Nem tudom, szerintem Magyarországon van már, és már februárban is volt egy erkölcsi, egy jogi, egy politikai, egy gazdasági és megélhetési válság, és nyilván az emberek mennek ide-oda egyikből a másikba. Az biztos, hogy egy olyan gyújtópont volt ez a, a kegyelmi válság, vagy ez az egész kegyelem, amit megadott a köztársasági elnök, ami lehet, hogy hozzásegíti azt a hazánkat, hogy egy teljesen új irányba menjünk tovább, mint ahol az utóbbi húsz éve voltunk. Rögtön folytatjuk. Az ön feltűnéséről, a megjelenéséről a politikai palettán készítettünk egy nagyon rövid összefoglalót. Ezt nézzük meg most. Államfőként ma utoljára szólok önökhöz lemondok a köztársasági elnöki tisztségről. A beszéd, amely totálisan felforgatta a magyar politikai állóvizet. Novák Katalin 2024. február 10-én lemondott köztársasági elnöki tisztségéről az akkor nagy botrányt kavaró kegyelmi ügy miatt. A volt államfő az állami televízióban sugárzott beszédében ekkor azt mondta, hogy hibázott, amikor kegyelmet adott K. Andrének, a Bicskei Gyermekotthon korábbi igazgatóhelyettesének. A bejelentés után nem sokkal Varga Judit a Facebook oldalán tett közé Ebben azt írta, ő ellegyezte az elnöki kegyelmet, ezért visszaadja mandátumát és visszavonul a közéletből. A lemondások napjának estéjén a volt igazságügyi miniszter volt férjem Magyar Péter is bejegyzést tett közzé a Facebookon. Bejelentette, hogy lemond két állami társaságnál betöltött pozíciójáról, a bejegyzésben azt írta, hogy egy percig nem akar egy olyan rendszer részese lenni, amelyben az igazi felelősök nők szoknyája mögé bújnak, ahol Tónik, Ádámok és Barbarák viga röhöghetnek a markukban, miközben gondolkodás nélkül feláldozzák azokat, akik ellentétben velük soha nem a saját anyagi érdekeikért, hanem a hazájuk érdekében és honfitársaikért dolgoztak. Magyar Péter másnap este a Partizánnak adott interjút, amelyben élesen bírálta a kormány és a NER működését, beszélt a kormányzati körökből érkező nyomásgyakorlási kísérletekről, a korrupcióról és a propaganda működéséről is. Az interjú után hosszú ideig a nervől kicsekkoló Magyar Péter uralta a közbeszédet, aki egyre több kritikus hangvételű bejegyzést tett közzé a Facebookon. Bejegyzéseit akkor mindig a ne féljetek mondattal zárta. Nem fura önnek, hogy két és fél három hónap telt el, és mennyi minden történt azóta? Hát szerintem erre sokan keresik a választ, hogy, hogy miért történik Számított ez. Számított erre különben? Nem, nem. Benne volt a pakliban? Abszolút nem, én szerintem ez 10-12 összetevőből áll, hogyha abból egy-kettő hiányozna, akkor biztos, hogy nem itt állnék most önnel este. Ugye van egy kérdésünk, most nézzük meg együtt, hogy hogy áll ennek a szavazása. Ugye úgy szól a kérdés, hogy ön szerint Magyar Péternek részt kell levennie a választási vitákon. Itt vannak az elérhetőségek, ugye a Napló egy sms igen, a Napló 2, hogyha nem, mert válaszolnak. 3.551 szavazat mellett itt látható. Meg tudja nézni az arányt, 72% mondja azt, hogy igen, 28% mondja azt, hogy nem is természetesen szavazhattak meg, 2543-an szavaztak az egyik oldalon, 1019 a másik oldalon, ugye? Korábban ön harcoltak ki, hogy legyen vita a köztévén, sokáig aztán mégiscsak úgy volt, hogy nem megy el, most pedig, hogy mondjam, lebegteti, mondja, hogy elmegy, de lehet, hogy mégis kitáncol belőle? Nem, szerintem kezdjük az elején, és jól mondta a szerkesztő én voltam az, aki kihívta vitára Orbán Viktort és Gyurcsány Ferencet, mert szerettem volna velük élő egyenes vitatkozni 14 év után, végre egyszer a köztelevízión, azon a köztelevízión, amit 100 milliárdokból tartanak le a magyar adófizetők, és 14, év -oda 14 éve oda a szabad hang nem jut el. Szerettem volna velük arról vitázni, hogy 20 évvel az uniós tagságunk után, hogy jutottunk el oda 40 ezer milliárd forint uniós pénz ide érkezte után, hogy Magyarország ma az Unió második legszegényebb és legkorruptabb országa. Természetesen kétször Robin a bátor bátran elfutottak, és elküldték maguk helyett Dobrev Klárát és Dajcs Tamást de ez még nem lett volna elég ahhoz, hogy a köztévé megrendezzen egy vitát, idézőben vitát, mert... Azt mondja, hogy ők küldték el Dobrev Kálát, ezzel nyilván egy vitatkozna, de... de hát az az a DK köztéke... rögtön bejelentette, hogy küldik, ezért. mert hogy nem Gyurcsány Ferencnek kell most vitatkozni, és Dajs Tomás pedig bejelentkezett magától, már pedig már persze kérdés, hogy a Fideszbe történnek-e maguktól dolgok, és a lényeg az az, hogy, hogy a köztévé ugye lebegtette, hogy lesz-e vita, nem válaszoltak a felhívásainkra, és amikor Miskolcon ott tízezer ember előtt bejelentettem, hogy adunk egy határ időt, három napot, hogy eldöntse a köztévének egyébként a jogerősen hírhamisításért elidélt vezérigazgatója Papp Dániel, hogy hajlandó-e beengedni ellenzéki képviselőket, mondjuk a tiszapártot pártot, a, a legnagyobb ellenzéki pártnak a listavezetőjét egyszer legalább élő egyenes adásba. nem válaszolt rá, majd másnap küldött egy ilyen észak stílusú levelet, hogy ők megvédik a köztévét Magyar Pétertől, két óra múlva valószínűleg voltak Rogán Antalék, hogy ez azért kicsit rossz lesz, és akkor legyen inkább mégis egy vita, és onnantól fogva meg, elkezdett megint az időhúzás, és nem válaszoltak arra, hogy ez élőben lesz, mikor lesz, hol lesz, ki fogja vezetni, hány kérdés lesz, mennyi idő lesz megint írtunk, és akkor pedig elküldtek egy elküldött pap Dániel egy, egy, diktátumot minden listavezetőnek, hogy ezt és erről és erről lehet vitatkozni, ezekről a kérdésekről. Megjelölt egyébként egy abszolút propagandistát, aki a, a köztelevíziónak a legmegbízható propagandistája volt, német Balázs, mint ugye Onesz Broker, az az egyik, másik pedig Novák Katalinnak a volt kommunikációs vezetője, erről nem tudok se jót, se rosszat mondani. Minden esetre elküldte ezt a diktátumot, ami egészen érdekes volt. Ez egy szabályrendszer volt, hogy milyen keretek között zajlott. Ez olyan szabályrendszer, szabály amiben. Erre a... is vonatkozik, meg igen, adott, igen dal, csak, a, igen, a, csak, igen, is. Igen, szerkesztő úr, csak ez. A ahogy Fábri Sándor szokta mondani, a világ szerencsésebb történelmi fejlődés országaiban, tehát mindenhol egyébként Európában ez úgy zajlik, hogy a pártok képviselői leülnek és egyeztetnek, nem a köztévének a hírhamisításért elítélt vezérigazgatója diktálja, hogy miről lehet vitatkozni ma Magyarországon, mi érdekli a magyar választókat, nem ő mondja meg, hogy egyébként ki kezdi és kifejezi be, ő de ő lényegtelen, de most már ez lényegtelen, én aláírtam azt a diktátumot, amit küldött pap Dániel, és üztem hozzá egy kommentárt, és leírtam azt, hogy én arról fogok beszélni, ami a magyar embereket érdekli. Én 150 településre jutottam el eddig 5 hónap alatt, vagy 5 hét alatt, 15 megyén vagyunk túl. Szerintem soha nem történt még ilyen a rendszerváltás óta, hogy egy politikus vagy politikus jelölt körbejárja az országot, és ezrek, néha 10 ezer, néha 20 ezer ember előtt beszél naponta 5 vagy 6 alkalommal. Rengeteg kérdést kaptam, rengeteg témát. Sokkal nagyobb a probléma a magyar vidéken egyébként, mint amit én is gondoltam, és sokan gondolják. Én ezekről a kérdésekről fogok beszélni arról, hogy miért nincs nyolc. Függetlenül attól, hogy azt mondják, hogy a téma mondjuk most az egészségügy, akkor is arról Nem, mondják azt, hogy a, nem mondják azt, hogy az egészségügy mert pont ezekről a dolgokról nem akarnak beszélni, ami érdekli az embereket, amit lerohasztottak Gyurcsány és Orbán közösen, hanem azt mondják, hogy van egy Euróbarométer felmérés, amit egy európai közvéleménykutató cég, és azt mondják. Tehát a vitán azt gondolja, hogy erről lenne szó, és nem arról, hogy mi van az leírta az a, leírta a diktátum, al... Bocsánat, Leírta a diktátumban a vezérigazgató úr, hogy négy kérdés, négy témakör van, abból háromról lehet beszélni, és idézte az Euróbarométert, és azt mondta, hogy mert az európai emberek azt mondták, hogy ezek a legfontosabb kérdések, és már itt hazudott. Tehát azt gondolja, hogy olyanok vagyunk, mint ő, és nem nézzük meg a kutatást. A kutatásban nem ezek a kérdések jöttek ki legfontosabb kérdésként, pont a közegészség, az egészségügy kérdése, a szegénység és annak a felszámolása és Európa jövője. Ennek ellenére Pap Dániel megküldte a listavezetőknek, hogy beszélhetünk a biztonságról és a háborúról, meg beszélhetünk a migrációról, meg ilyen fontos dolgokról, amik nem azt mondom, hogy nem fontos dolgok de már a diktátumban is hazugság van. És ezért én megválaszoltam, aláírtam neki a diktátumot, legyen ettől boldog, de én azokról a kérdésekről fogok beszélni, mint a magyar embereket érdekli. Tehát a kérdésektől függetlenül arról fog beszélni, Így van, és, hogyha, és, hogyha ezért szeretni. kizárnak, és hogyha ezért kizárnak, akkor majd vállalja a felelősséget Rogán Antal, meg egyébként Pap Dániel, hogy az ország világra nyilvános lesz, és egyértelmű lesz, hogy egy propagandisták, amit egyébként eddig is tud. Menjünk tovább, ön kit támogat a főpolgármester jelöltek közül, ugye ott van Szent Király, Alexandra Karácsony Gergely, Vitézi Dávid és Grundner András. Hát azt hiszem, hogy ezt már megválaszoltam, hogy nem tudok senkit jó szívvel támogatni, különböző okok miatt. Ha bekerül a, Szakmai... a közgyűlésbe, mondjuk ott lesz. Nem személyeket támogatunk. Ketten, a közgyűlésben négyen egyedül nem sokra mennek. De nem személyeket támogatunk, majd eldöntik a választók június 9-én, hogy kinek adnak felhatalmazást. Karácsony Gergelynek, Szent Király Alexandrának, vagy egyébként Vitézi Dávidnak. Nyilván nem lesz ennyi előtt, mert valamelyik vissza fog lépni, Nyilván. valószínűleg Szent Király Alexandrát fogják visszaléptetni. Ugye a Fidesz akkor is hazudik, amikor kérdez a propagandában is. Mindenki tudja, hogy vissza fogják léptetni. Ennek ellenére valószínűleg most úgy tűnik legalábbis, hogy Karácsony Gergely nagyobb az esélye, de mi nem személyekhez vagyunk kötve. Tehát lesz egy közgyűlési felállás, eldől, hogy kinek mennyi képviselője lesz. Leszek csoportok, leszek lesznek esélyek. frakciók, és mi nem fogunk koalíciót kötni se Karácsony Gergelyel, se a dk természetesen se a fidesz hanem hogyha szükséges a mi szavazatunk, és bízunk abban, Mogy hogy... A... Senkivel nem kötünk koalíciót, a, a, bízunk abban, hogy a Tisza párt lesz az egyik legnagyobb frakció, legalábbis akkor a frakció Budapesti közgyűlésbe, hogy se a narancsárga Fidesznek, se a kék Fidesznek, a DK-nak ne legyen egyébként többsége. Hány képviselővel lenne elégedett? Hát azt mondják, hogy 5-6 képviselő az már bizonyosan elég ahhoz, és nyilván Vitézinek is lesznek képviselői, ahhoz, hogy se a DK-nak, se a Fidesznek ne legyen többsége, és ne folytatódhasson az a mutyi, ami már egyébként nem 5 éve, hanem már legalább 20 éve zajlik, de egyébként már a Demszki korszakban is zajlott a fővárosban. És hogyha ennek az lesz az eredménye, és erre felhatalmaznak minket a budapesti választók, akkor mi ügyek mentén fogjuk megítélni, hogy mi jó Budapestnek, mi nem. Például, előterjeszteni a főpolgármester, hogy legyen végre már 34 év után egy gyalogos hídja Budapestnek, szinte az összes nyugat-európai városhoz és mondjuk közép-európai városhoz hasonlóan, hogy ne csak autóval... Hát lesz a, hogy van most éppen egy gyalogos híd. Nem, nem, az de híd, de ami... az nem egy gyalogos híd, amire ráeresztik a buszokat, ráeresztik a taxikat, és egyébként ráeresztik a kormányzati autókat. Nem tudom, hogy a nézők tudják-e, hogy a képviselők és a miniszterek azért átjárhatnak, ha már a földi halandók nem járhatnak át, és akkor ott két oldalt egy vékony sávon mehetnek a, a gyalogosok. Ez most se nem gyalogos híd, se nem autós híd. Sikerül... Mondjuk, mit a én a lánc, én, hogyha el, meg tudnánk építeni egy gyalogos hidat, ami nem tart sokáig, egy normális országban egy év alatt megépítik, nálunk az a helyzet, hogy nincs gazdája a fővárosnak már legalább 20 Akkor éve. Akkor visszaengedni az autókat? Hagyj fejezem be, bocsánat, tehát 20 éve nincs gazdája. Az történik, hogy amit Széchenyi idejébe 170 valahány évvel ezelőtt egy forradalom alatt, egy láncidat másfél év alatt felépítettek, azt most 176 évvel később, négyes fél év alatt újították föl. Ebből látszik, hogy itt nincs gazdája, és háromszor annyiért, mint amennyire egyébként eredetileg tervezték. Ha lenne egy normális gazdája Budapestnek, ha végre eljutnánk odáig, hogy egyébként ne ennyi kerület legyen, és ne a körútnak az egyik fele, ne az egyik kerület legyen a másik, a másik kerület, a harmadik fele egy harmadik kerület, és középen meg ott megy egy állami út, és semmit nem lehet fejleszteni, és nulla koncepció, nulla vízió, azt mondják, hogy lezárják a rakpartot. Nagyon jó. De történik ott valami? Volt valaki Bécsben, megnézte, hogy hogy néz ki a, a rakpart, hogy micsoda élet van ott, hány vendéglátóépeli egység, nem az a lényeg, hogy lezárjuk, tök jó, hogy tudunk sétálni, de itt olyan fejlesztési lehetőségek vannak, ez egy csodálatos főváros, így is de elképesztő horizont lehetne, hogyha egyébként lenne valóban egy gazdája, és átalakítanánk ezt a mutyit, mert azért vannak megtartva a kerületek, azért vannak testületek ott külön Újpesten, külön mondjuk Újbudán, hogy legyen még több pozíció mondjuk a DK-nak, az msp nek nem létező ilyen 1-2%-os pártoknak, ebből így nem lehet igazán várost építeni. Tehát ha mi oda bekerülnénk, nyilván egyedül ehhez kevesek vagyunk, de legalább felvetnénk, hogy végre legyen egy koncepció Budapesten, és tényleg legyen egy gyalogos híd, mint mondjuk Prágában a Károhíd, azt mondjuk jó régen építették, de vannak modern Hidak, ahol át tudnak menni a turisták, át tudnak menni a budapestiek, és akkor akkor lehetne rögtön az autósok újra a láncid. Menjünk tovább. 9-én választás, mi lesz 10 -én? Ugye jön 9 ig hogy mondjam, elég nagy sprintbe van. Nem tudom, hogy lehet-e ezt bírni, de tizedikétől valamit választania kell. Ugye azt már többször lenyilatkozta, hogy Brüsszelbe nem megy, ezt fenntartja? Fenntartom. Nem, nem adódhat elő olyan helyzet, hogy kimenjen Brüsszelbe? Szerintem nem adódhat elő ilyen helyzet, ezt várják el tőlem az emberek, rengeteg ember bízik bennünk, elképesztő szeretet és várakozás vesz minket körül, ezt egyébként nagyon-nagyon nehéz megélni emberileg, hogy tényleg agyon is mondta, három hónapja én még sehol nem voltam, maximum a barát, barátaimnak mondhattam a véleményemet, vagy a családomnak, most már nekik éppen nem mondhatom, viszont most millió kíváncsiak arra, és bíznak abban, hogy ezután a húsz év után, ahol Gyurcsány és Orbán és a szatelit pártjaik mesterségesen ásták az árkokat, baloldali, jobboldali, liberális, és szocialista között, vidék és fővárosi között végre egyszer tudunk egyfele menni, és, és, és tudjuk az uniós pénzeket, meg a magyar pénzeket a magyar emberek érdekében használni. Ugye azt mondja nekünk a kormány, és nem neveti el magát közben, hogy 2030 ra utalérjük Ausztriát és közben lettünk a második legszegényebb ország, és azt mondja a gazdasági miniszter, hogy Magyarország űr hatalom lesz, és közben a kórházainkban nincsen WC-papír, szappan és fertőtlenítőszer, elvándorolnak a tanárok, elvándorolnak az orvosok, több mint 800 betöltetlen háziorvosi praxis van, van egy magát családbarátnak hazudó kormány, vagy egy vidékbarátnak hazudó kormány, a magyar vidéken már 220 ezer lakatlan, részben romos épület van. Kiűrül a magyar vidék, mondok egy példát, Csongrád városa 15 éve, 25 ezeren éltek ott, ma 12 000. Ezren. Majdnem egymillió honfitársunk él ki Nyugat-Európában, több tízezer magyar gyermek születik Londonban, Párizsban, Berlinben. Mi még azt tanultuk, hogy Debrecen a második legnagyobb magyar város, már réges-rég London. És ahelyett, hogy a kormány azon dolgozna éjjel-nappal, hogy ezeket a családokat hazahozza, hogy az unokák és a dédunokák ne nagyszülők és dédszülők nélkül nőjenek föl, teljesen más csinál. Világos, megyek a saját gondolatmenetem, gondolatmenetem nyomán. Tehát Brüsszelben nem megy ki, van még a frakció a fővárosi közgyűlésben. Érdezió? Nyilván az akkor megfontolandó, hogyha olyan eredményt érünk el, hogy valós befolyásunk van, és tényleg hozzá Több, vagy annál több fő Meglátjuk, hogy meg... tényleg az a választási szakán látni fogjuk. Egyébként nekem a pártépítésre és a közösségépítésre kell koncentrálnom, ezt várják el tőlünk Tehát tizedik pártépítés? Így van, és azt elmondhatom, hogy eredménytől függetlenül, bár bízunk abban, hogy a Tiszapárt még a várakozásokat is felülmúló eredményt fog elérni, és napról napra azt látjuk, hogy bármennyire is fenyegetik az embereket kis és nagyvárosokban, településeken, kormányhivatalok vezetői fenyegetnek kör e-mailben, kórházak vezetői, neres vállalkozók fenyegetik az embereket, hogy nem merjenek kijönni a Tiszapárt vagy Magyar Péter rendezvényeire, és ennek ellenére napról napra többen vagyunk, mert kiszabadult a szellem a palacból, magyar emberek türelmesek és békések, bocsánat, de most eszükbe jutott újra az a gondolat, hogy ha bár felül a gája és alul a víznek árja, azért a víz az úr. És ezt most meg fogják mutatni június 9-én, és mi pedig nem fogjuk engedni, hogy a kormány és egyébként a csatlósai és őfelsége ellenzéke nyugodtan elmenjen nyaralni, hanem addig fogjuk ütni a vasat, amíg meleg, békésen fogjuk tenni, Innen is üzenem a miniszterelnök úrnak, hogy bármennyit is hazudoznak, Magyarországon senki nem akar háborút, Magyarországon mindenki békepárti, és azt is üzenem, hogy elekezekkel a gyerekeinktől, mert ma, ha bekapcsolja az internetet egy gyerek, mesét akar nézni, vagy zenét szeretne hallgatni, akkor két percenként jön a háborús uszítás. 100, milliárdok, 100 milliókat milliárdokat költ a kormány ma, propagandára. Öt év alatt 1309 milliárdot költöttek propagandára. Ma van itt Magyarországon egy propaganda minisztérium, mint a náci Németországban, de nincs egészségügyi, nincs oktatási és még egy csomó fajta környezetvédelmi minisztérium. Ezen fogunk változtatni, és június 9-e után azon fogunk dolgozni, hogy összetegyünk egy olyan csapatot az összes településen, mindenhol Magyarországon. Tehát hogy egy amikor jön, Abszolút, akkor át fogunk lépni. Vannak már nevei különben? Vannak neveink, nyilván nem fogom itt elmondani. Rengeteg szakértő keres minket hetente százezer e-mailt kapunk. A legkisebb településről is jelentkeztek olyan emberek. Volt fideszesek is vannak köztük? Vannak, volt fideszesek is, de nem de nem, nevet nem, nevet de, nem, de nem, de, nem, olyan szinten. Megmondtuk, hogy mi nem fogunk se országgyűlési képviselőkkel, se akik a kormányban vagy egyébként magas pozíciót töltöttek be, ilyenekkel nem fogunk együtt dolgozni, hiszen rengeteg olyan szakember jön, aki hiteles helyben, aki letett valamit az asztalra, aki nem fidelitásosként kezdte és nyugdíjba akar menni a politikából, hanem olyan emberek, akik eddig azért nem szálltak be a politikába, mert nem akartak egy mocsárba rogán Antal a Tamással és még Mentzer Tamással küzdeni, és mi be fogjuk azt bizonyítani, és az Európai Parlamenti Listánk is erre egy, erre egy bizonyíték, amit az emberekkel állítottunk össze, olyan szakemberekkel, akik nem ö, korumpálhatóak, nem lejáratottak, beszélnek idegen nyelveken, nem másznak le és drogoznak, hanem a világ legjobb egyetemein végeztek, több nyelven beszélnek, be fogjuk azt bizonyítani a magyar embereknek nagyon gyorsan, hogy a politika lehet szép lehet hasznos és lehet igazságos helyben, országos szinten és uniós szinten is. Ha már szobozta Orbán Viktort, azt nyilatkozta a Blikben, hogy ön szembe türelemre intett, úgy fogalmazott, szó szerint idézem, hogy türelem, még táblatok kellenek ahhoz, hogy valamit meg lehessen a politikában ítélni. Az zavarna, hogyha mindez a mi térfelünkön történt volna, de miután mindez tőlünk balra történik, tehát balra, és ez az ellenzéken belül ügyek világához tartozik, a mi világunk ettől el van teljesen zárva. Nyilván nem ért egyet a miniszterelnök, ezt sem is kérdezem meg, de mit gondol erről, amit mondott, és mit gondol arról, hogy ő azt mondta, hogy rendszeresen egyeztet volt feleségével Varga Judittal. A miniszterelnök úr jelenleg úgy ad interjúkat, bárhova megy a Kossuth Rádióba a tartani péntekenként, hogy Rogán Antal megírja neki a kérdéseket és megírja a válaszokat. ez lehet nagyon jól látni egyébként a Kosut rádióban. Valószínűleg nem szóltak neki, hogy ugyanez egy rádió, de most már van ott egy kamera is, és arra se figyel, hogy ne felolvassa azokat a válaszokat, amit Rogán Antal megírt neki. Ezt is nyilván ő írta neki. nyilván nem egyeztette a volt feleségemmel, akkor sem nagyon egyeztetett, amikor még miniszter volt. Aki ismeri a miniszternököt, az pontosan tudja, hogy ki kell szokott egyeztetni, milyen sűrűn. A volt feleségemmel biztos, de ennek nincs is jelentőség egyébként. Hát van jelentősége, mert ő azt mondta, hogy egyeztet. De mert szerintem ez szerintem ez, most egy ilyen töltelék mondat volt, azt akarták kimutatni, hogy Magyar Péter nem számít, mert arról is beszél, hogy velem alig találkozott és alig beszélt. Bezzeg a volt feleségem, aki a, a családnak, vagy a maffiának még mindig a tagja, vele aztán egyeztetnek. Nem, a lényeg az az, amit mondott egyébként, amit Rogán Antall írt itt a miniszterelnöknek, a miniszterelnök egy statiszta hogy, ebben, hogy balra. balra, hát ugye ezt próbálják súlykolni, ezért ő rettegnek, Karmelitánban rettegnek, mert nekik is vannak mérések, nekik vannak méréseik, mindent mérnek. És pontosan tudják, hogy egyébként a Tisza párt szavazói rengeteg olyan ember csatlakozik hozzánk, aki vagy nem szavazott az utóbbi 10-20 évben, rengeteg fiatal, aki még soha nem szavazott, de vannak olyan 70 évesek is, akik nagyon-nagyon régen szavaztak, akik alapvetően jobboldali emberek. A Fidesznek 3 millió 100 ezer szavazója volt 22-ben, két év alatt elveszített 1 millió szavazót, és az utóbbi három hónapban 600 ezeret. Ezek a bizonytalanokhoz mentek. A Tisza 30% jön ezekből a bizonytalan volt, tehát ezek volt fideszesek, és közvetlenül jön legalább 15 százalék már a Fideszből. Ugye járom az országot, ahogy mondtam, 150 településen már túl vagyunk, 15 megyén, szinte minden településen jön oda hozzám, egy volt fidesztag, vagy fidesztag, és odaadja nekem a kártyáját, a tagsági kártyáját, hogy kezdjek amit akarok, ő soha többet be nem megy, még ahhoz is arra sem veszi a hogy bemenjen a Fideszhez és visszaadja. Rengeteg vannak, olyanokat mondanak nekünk, hogy helyben, hogy a 15 tagú alapszervezetből a választás után 10 fognak, vagy 12-en kilépni. De ugyanez igaz egyébként a DK-ra is. Volt egy olyan nagyvárosi alapszervezetük, azt mondták, hogy 55-en voltak benne, egy napon 50-en léptek ki. Elege van az embereknek, átlátnak a szitán, hogy átverték Amúgy őket. vannak még, hát nem mondom a barátszót, mi a jó szó, haverjai a Karmelitában, tehát kap információkat onnan? Áttételesen kapok, nincsenek nekem ott haverjaim már, de olyan emberrel például vagyok kapcsolatban, aki, aki közvetlenül a, közvetlen a, miniszt a, miniszt a miniszterelnök környezetében volt még egy éve és nagyon drukkol nekünk. Nem is egy, két ilyen ember is van, és azt mondja, hogy pontosan látta ő is, hogy mi történik ott, és hogy ez nem az, amire szerződtünk idézőjelben, nem az, amiben hittünk, hogy itt tényleg lesz egy nemzeti polgári Magyarország, és itt akkor egy Márai Sándor féle polgárságot építünk, és azon dolgozik a kormány, hogy tényleg a, a nehezebb sorsú embereket is felemelje, és hogy egy széles polgársága legyen az országnak, hanem egy ilyen dél-amerikai stílusú vagy dél-afrikai országot építettek, ahol vannak a, neres oligarchák, ahol van az ezer milliárdos Mészáros Lőrinc, a saját veje Tibor Cistván, aki azt mondja, hogy ő annak ellenére 100 milliárdos, hogy az apósa a miniszterelnök, egyébként nem 100 milliárdja van, hanem van az 500 milliárd, és 36 évesen, ugye most jártam felcsúton, és 60 pusztán közvetítettük, egészen elképesztő, hogy hova jutottunk, és közben van két millió olyan ember Magyarországon legalább, aki a létminimum környékén vagy az alatt él, és a propagandisták és a fideszes képviselők pedig azt mondják, hogy Magyarországon 2023-ban érdeklődés hiányában elmaradt a szegénység. És Hende Csabun nevű képviselőjük, aki a mi él, az önök adójából és a mi él 34 éve, azt mondja, hogy azért nem emeli meg a kormány a tizenvalahány éve befagyasztott családi pótlékot, ami 12 forint, mert hogy aki nem dolgozik, az ne is egyék elképesztő dű és elkeseredettség van az emberekben most, mindenhol az országban. Nem véletlen, hogy mindenki ezt kutatja, hogy most miért ez, miért ez a hirtelen emelkedés, miért én. Megmondtam, hogy valószínűleg Magyar Péternek ehhez semmi köze hanem nem jutottak el odáig az emberek, hogy eddig és ne tovább, hogy nincs hova hátrálni, és nem Ausztriáról kell beszélni, hanem vannak jó példák. Lengyelország, ami egy szegény ország volt, most egy középhatalom, ahonnan nem elmenekülnek a lengyel fiatalok, hanem hazajönnek. Ma Magyarországon szerkesztúr, minden második 18 éves magyar fiatal azon gondolkodik, erősen, hogy elhagyja a hazáját. Esik szét az ország, egy demográfiai katasztrófa felé haladunk, és a kormány meg csak a lopáson, és minden nap azon töri a fejét, hogy a propagandával ezt hogyan lehetne még eltolni és kitolni, még akár két évig, hogy folytathassák. Most térjünk rá a nézői kérdésekre, nyilván rengeteg kérdést föl tudnék még tenni. Külben abba belegondolt, hogy lehet, hogy abban világcsúcs tartó, hogy önt az ellenfele előbb tette ki óriás plakátra, mint, mint a saját pártja, pártja mondjuk önt? Ez egy részben azért is van, mert mi nem fogunk kitenni óriás plakátokat, nem mert nem szennyezünk vizuálisan a környezetünket. Egyébként erre is lehetne jogszabályt hozni, ez az egész kampány, tehát én is felhívom az állami számövőszék tisztelt elnökét, hogy esetleg vizsgálja már meg a pártoknak a kampány Oké, okay, most ez az európai parlamenti választás, ez neki nincs hatásköre, de általában ez van, hogy a Fidesz ugye költ pár száz milliót, a kormány sok milliárdot, és ezek az ácivil szervezetek. Amúgy önök milyen pénzből gazdálkodnak? Nekünk nagyon kevés nincs, nincs egy költség, meg, meg kérdezni, mennyi a. Vannak költségek, hangosítások, utazások. Igen, kértünk, hát, ha nézi szerkesztő a felépésénket, van egy ilyen GBL hangfalunk, van egy a nagy Ervin által 20 éves platós teherautó, amit megszoktunk tankolni. A Ez el, valóban. A, a, nagyokat meg kitettük, nem olyan régen tettük ki a, a honlapunkra, a talpramagyarok.hu és a magyar tisza.hu-ra, hogy az április 6-ai rendezvényünk például azt hiszem 28 millió forint, vagy le van bont, vagy mennyi volt a hangosítás, mennyi volt a biztonsági szolgált, mennyi volt a tojtói vC és érkeznek hozzánk, az, az, még az Egyesületünkre szervezte az április 6-át, ugye érkezett hozzánk több 10 millió forint, ilyen 1000 forintoktól 100 ezer forintig, van, aki 500 000 forintot utalt, nincs dollárszámlánk és nincs eurószámlánk, mint a Fidesznek, nekik egyébként van, senkitől nem kaptunk, hiába gúnyolódnak a mikroadományokon, nincsenek ládikáink, nekünk átutalással, Együgyenek. átutalással lehet fizetni, és most már beindult a pártunknak is ugyanígy a finanszírozása, van egy webshopunk, és szerencsére sok tíz vagy százer magyar ember gondolja úgy, hogy hozzá kell járulnia a változáshoz, és egy része se lehet egy változásnak, de még egyszer mondom, eddig költségeink nincsenek, mivel mi úgy érünk el sokkal több embert a közösségi médiában, én egy privát Facebook oldalat többet érek el, mint az egész kormány együtt és a propagandisták, úgy, hogy százmilliókat vagy milliárdokat költenek. Azt kérdeztem az interjú előtt, mert nem tudtam, és kíváncsi volt, hogy ön kezeli a saját Facebook oldalát, nincs a a Csak és kizárólag én kezelem. Tehát amikor egy... hozzáír valakinek egy kommentet, engem, lehet színni, engem lehet, szídni, engem azokért az éjjel háromkor tett kommentekért, vagy a reggel hétkor tett kommentekért én vagyok, és azt nem is fogom kiadni senkinek, mert nyilván, hogyha a Fidesz akar támadni, akkor ezt a Facebook oldalt kell előnie valahogy, mert akkor nehezebb helyzetbe kerül. Nézői kérdések, de előtte még a nap eseménye, hogy ön azt mondta, hogy beperel mindenkit, aki megjelentett a tatabányai turul történt Incidensnek a, a, kimagyarázását, vagy átköltését, mert ugye az jelent meg az Origon is, egy több portálon, hogy és az randalírozták. Is. Az atvhu ugye átvéve, igen. az átvéve több portálról is, és ellenvéleményekkel együtt, hogy, hogy incidens történt Tatabányán a Turó Presszóban. Én láttam a felvételt, hozzáteszem, én nem láttam incidenst, azt láttam, hogy, hogy szerintem, senki, voltak. szerintem senki, szerintem senki és ez megint rávilegít a propaganda működésére, és arra is, hogy hogyan találkozik a rogáni propaganda, a fideszes propaganda, a dékás propagandával. Ugyanis annyi történt Tatabányán, más helyen is történt ilyen, például Pápán, ott a pápai rendezvényünk alatt, vagy után jelezték a pápai helyi emberek, hogy itt egy kocsma van ott a környéken, ahol be lehetne ülni egy teraszos hely, de oda őket nem engedik be. Mert oda, akik esetleg nem a Fidesz-szel szimpatizálnak, azok ki vannak tiltva. 2024-ben Magyarországon. És akkor, bementek, és, és, akkor, és akkor én jeleztem, hogy akkor menjünk be oda 300-an, és meghívom őket, egy pár embert meghívok egy sörre. És érdekes módon akkor már beengedtek minket, és nagyon udvariasak voltak. És, és, és Tatabányán pedig az történt, hogy a öt aktivista hölgyünket egyszerűen kidobtak, vagy azt mondták, hogy ők nem, nem, nem jöhetnek ki, igen, nem jöhetnek be. Ugyan a mást mondott utána később az üzemeltető, de a lényeg az, hogy öt hölgy úgy értem ezt, a rajtuk tiszapártos póló volt, vagy kitűző volt, hogy ők nem mehetnek be. És akkor én ezt jeleztem ott a tüntetésem, vagyis a rendezvényünkön, hogy akkor utána én szeretnék bemenni, és kérek egy, egy és egy sört, és érkezünk. És utána békésen átvonultunk, tele volt csecsemővel, kisgyerekkel, szelfizgettünk, beszélgettünk, és átvonultunk ehhez, ehhez, az étteremhez, amiről utólag kiderült, hogy egyébként ez az önkormányzatnak a, az ingatlana. Ez egy DK-s önkormányzat, ott mm -hmm. Tatabányán, és a most már az üzemeltetőről is kiderült, legalábbis ezt mondják a helyiek, hogy DK szimpatizáns. Bementünk, és ha megnézi valaki azt a felvételt, mert szerencsére a Gulyás Ágyú média végigrögzítette, vágatlanul fenn van a Facebook oldalon, akkor azt fogja látni, hogy bemegy egy pár ember, tehát megnő a helyforgalma, az nyilvánvaló, sokkal többet kerestek, mint szoktak, és én pedig békésen beszélek ugye, az üzemeltetővel, higat, higat beszélek és lezárjuk le. a végén azt, hogy nem értünk egyet, ő azt mondja, hogy nem ezért nem engedték be, én meg azt mondom, hogy szerintem egy egyszerű elnézéskérésre le lehetne zárni, és ezek után másnap lehozza a, a, a kormány propaganda azt, hogy lincs hangulat volt, hogy megrepett az üveg, és egyébként ezt mondja az üzemeltető is nekik, ugye nyilatkozik a hírtérének, mert a hirtévé rögtön ott terem, valószínűleg előre megírták a válaszokat, hogy ott lincs hangulat volt, fél, az alkalmazottak, és berepedt az üveg. Se az üveg nem reped be, se lincs hangulat nem volt, és egyébként senki nem félt, meg lehet nézni ezt a felvételt. És ezt rögtön végró... a felvételen valóban higgadt párbeszéd zajlik, az üveget valaki lefotózta, azt nem tudom, mitől ha, reped. De az, hogy mikor reped be és kirepesztette be, a... azt nem tudjuk, csak ez a propaganda működése világít rá. Ját, Tehát azt mondja, ez a, a, origó... a költeménye, oké, okay. de eddig, hogy mondja, ami engem meglepett ebben az egész történetben, az az, hogy eddig mindent megpróbált a kommunikációval elintézni, hogy azt mondták, hogy nem tudom, női nap napszemüveget hord, akkor elárvereztette, hogyha föltetti óriás plakátra, akkor odállt elé, és most meg elkezd peregetni? Nem, itt, itt azért az van, hogy minket bűncselekménnyel vádolnak. Oké, okay, mást is, de nem csak engem vádolnak itt már bűncselekménnyel. Engem én naponta száz perc kellene, hogy indítsak egyébként, ami az Origóba, a köztévén, a hírtévén, a tv 2 a megyei lapokban egész elképesztő, hogy járjuk az országot, és a megyei lapokat arra a napra, hogy ott vagyunk megyébe, akkor egy, 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 egy gyalászkodó, nem tudom, több oldalt szentelnek nekünk, és aznap ingyen adják, és ki azt kiszorták a Fehér megyei háztartásokba észak a szerkesztő úr, de nincs idő mindenre perelni, egyedül a miniszterelnököt jelentettem föl, jelentem föl több dolog miatt, amit a háborús plakát miatt, a háborús uszítás miatt, mert ez mindenek a határa, mert ezzel tulajdonképpen azt mondja, hogy mi gyilkosok, vagy én gyilkos vagyok. És lehet, hogy közszereplő vagyok, és nagy tűrési kötelezettségem van, és szerintem a nézők egyetértenek abban, hogy egyébként elég jól tűrök, nem tudok mindenkit feljelenteni, de azt is megmondtam, hogy a választás után, amikor lesz egy-két napunk, itt van ez a száz ügyvéd, mindenki sorra fog jönni. Úgyhogy óvatosan a propagandistáknak, a megafonos srácoknak, mert ez már szabadságvesztés, amit csinálnak. Na, menjünk rá a nézői kérdésekre. Rengeteg jött, euh, én gyorsan mondom, én próbáljunk gyorsan válaszolni ezek a kérdésre. Tóth András Siminszki Zita és még legalább 300-an kérdezik, hogy mikor lesz euró ön bevezetnie az eurót. Az euró bevezetése, és ezt szeretném gyorsan előtte elmondani, hogy én Magyar Péter vagyok. Nálunk nem úgy fognak eldönni a Tiszapárban a dolgok, hogy Magyar Péter mond valamit, mert értem ő gyógyászathoz is, meg az euróhoz is, meg egyébként az energiapolitikához, hanem lesznek szakminiszterek és lesznek szakmai munkacsoportok. De Ugye, most mondok, azt, azt, én gondolom. Van nagyon sok előnye és van hátránya is. Én azt hiszem, hogy mindenképpen kellene egy határidő, egy határnap, ameddig be fogjuk vezetni, mert ha emlékeznek az idősebb és az én generációm, akkor 2004-ben, amikor beléptünk, már volt tulajdonképpen kitűzött határidő, talán 2006 vagy 7, és aztán az egy feledésbe merült. Persze most sem tudjuk betartani a második kritériumokat, amiket ugye, ami az előszobája lenne egyébként az Euró bevezetésnek, de legalább egy ilyen, egy ilyen sorvezető kellene Úgyhogy én mindenképpen, de ne úgy legyünk, mint a svéd hogy mi vagyunk az utolsók, akik majd egyszer bevezetik, és körülöttünk már mindenki bevezetik. Szerintem több haszna van, mint, mint, hátránya, és mindenképpen ki kell tűzni az országnak egyébként közösen egy céldát. Következő Toldi Ágnes kérdezi, hogyan lehetne megszüntetni a veszélyhelyzeti rendeleti kormányzást? Hát úgy, hogy visszavonja a 133 bátor ember. Egyébként ez egy nagyon jó kérdés, nem tudom, hogy tudják -e a, a tévénézők, hogy három országban van most háborús veszélyhelyzet, Ukrajnában, Oroszországban és Magyarországon. Magyarországon és ugye először kezdték még a migrációs veszélyhelyzetet, de akkor még nem volt rendeleti kormányzás, utána ebbe a Covid veszélyhelyzet, ott elkezdték, tehát hogyha az Orbán család egyik tagja úgy ébredt fel, hogy szeretné megszerezni a, gazdaságnak az egyik szelet, újabb szeletét, akkor 17 órakor egy kormány rendeletet hoz a kormány, 18 órakor megjelenik a magyar közlönyben, és utána 17, 17 19 órakor az övé. Ezt nyilván tudjuk, hogy ezért csinálják ezt a vészhelyzeti kormányt, vissza kell vonni, ezt mi kívülről jelenleg nem tudjuk visszavonni. Világos, ez, ez, a... Ehhez győzni kell. ez a feltételes módon való kérdés kérdés. Zsíros Andrea, szükséges -e az, az áfa csökkentés? Erre egy példát szeretnék mondani, hogy mindig azt halljuk a kormánytól, hogy nem lehet áfát csökkenteni, mert akkor a kereskedők majd lenyelik, mondjuk az élelmiszerboltok. Azt javaslom Orbán Viktornak, hogy menjen ki Lengyelországba, régen ott még szeretettel fogadták, most már vannak kétségeim, menjen be egy élelmiszerboltba, Lengyelországban az összes alapvető élelmiszer áfakulcsa nulla, 0, azaz nulla százalék, Nálunk Lengyelországban egy százalékos. nagyon kevés, nagyon kevés. Lengyelországban az élelmiszerek többsége 30-40 százalékkal olcsóbb, mint nálunk, és ott jóval magasabbak az átlagfizetések. A Tisza párt legalább, legalább az egészséges élelmiszerek, a zöldség, a gyümölcs és a maradék nagyon sok egészséges élelmiszer áfáját levinni a minimumra. Ha az 5 százalék, amit megenged az unió nálunk, akkor 5 százalék, akkor nulla, akkor nulla. A 27 százalékos áfát? Mennyire csökkenteni a nem élelmiszerek esetében, tehát az általános áfát? Nem hiszem, hogy azt lehet most csökkenteni, mert a magyar, -Magyar költségvetés olyan állapotban van, sosem volt ilyen rossz állapotban, és inkább máshol kellene kiadásokat. Hát 27 maradna de, 8. de lenne több helyen álfa és célzottan, mert nem igaz, amit a kormány mond, hogy egyébként nem lehet 2024-ben az online, uh, online, online uh, védelem esetén, online fogyasztóvédelem esetén nem lehet azt ellenőrizni, hogy valaki lenyeli az áfát, vagy nem jeli le, úgyhogy több helyen lehetne áfát csökkenteni, ugye nagyon sokan kérik, ezeket mindegyenként kell megvizsgálni. Fontos kérdés, Dunavölgyi Erzsébet kérdezi, és sajnos nagyon aktuális a kérdés, hogy engedélyezné a jogilag szabályozott eutanáziát? ez egy olyan kérdés, és már többször beszéltem róla, én meglátogattam Karsai Dánielt már több mint két hónapja, és akkor még nem volt ennyire rossz állapotban, mint ahogy most van, és innen is kitartást kívánok neki, és ha lehet jobbulást. Ez egy olyan társadalmi kérdés, amiről vitatkozni kell. Végre egy olyan országba kell élni, ahol lehet ilyen fontos kérdésekről eszmét cserélni. Ez egy jogi, etikai, erkölcsi, orvosi kérdés. Ezt nem nekem kell eldönteni, ezt a magyar társadalomnak kell végül egy talán egy népszavazással eldönteni, de előre egy társadalmi vitát kell folytatni. Pont ilyen kérdésekről ezer millió ilyen kérdés van, amiről nem beszélünk évek Felmérések óta. vannak, tehát a társadalom a felmérések alapján támogatná. Bocsánat, a szerkesztő úr, a, a eutanáziának ezer millió fajtája van. Ezért. Felnőtteknél, kiskorúaknál, ilyen betegség esetén, olyan betegség esetén ezek, ezek azért olyan részletkérdések, és az ördög a részletekben zajlik, hogy egy olyan javaslatot kell végül előterjeszteni, amiről tudnak dönteni az emberek, hogy akkor ahhoz hozzájárulnak, vagy nem. De biztos, hogy nem három fideszes képviselőnek kell eldöntenie a parlamentbe, és mondjuk kiröhögni egy, egy éppen haldokló embert. Óder Erzsébet azt írja öntől, hogy csak hőzöng, és ki fog pukkanni a lufi. Hát igen, ezt a Fidesz mondta már a legelején is, hogy kipukkatta a Luffy, talán az ügyészségi meghallgatásomkor azóta annyira pukkad a Luffy, hogy már több mint másfél millió szavazónk van, és innen is uzanom a hölgynek, hogy ha követi az országjárásunkat, akkor látja, hogy mennyien vannak. A rendezvényeinkén olyan tömeg van, például Debrecenben Kossuth Lajos óta nem volt annyi ember kint a helyi történészek szerint politikai rendezvényen, Miskolcon pedig 1956-os forradalom óta nem volt ki ennyi ember, és napról napra többen vagyunk, úgyhogy nem hiszem, hogy ez ki fog pukkani, szerintem inkább lépésről lépésre tégláról téglára vissza fogjuk venni a hazánkat. Utolsó három kérdés. Tankó Erzsébet azt mondja, hogy nagyon nyeszlet, teszik-e rendesen? 11 kilót fogytam üzenem a hölgynek, és nagyon sokan aggódnak értem, de Szerintem ezt most már június 9-ig kihúzom, és rengeteg szeretetet, mézet és mindenféle finom ételt kapok, frissen sütött kenyértől elkezdve a rétesen át, csak nincs rá időm, mert megenni, mert egész nap rohanunk ugye az országba kerül. Hát 9-én vége az országjárásnak, vagy ennek egy, időre, abban, egy időre, egy időre. amíg, amíg Mákos Eszter, hogyan alakítaná át a végrehajtási törvényt? azonnal államosítanánk a, a, végrehajtási rendszert, ugye régen is bírósági végrehajtónak hívták őket, hiszen jelenleg hiába volt az évtized botránya a végrehajtó maffia Völne Pálostól, Sadal Györgyöstől, Rogán Antalostól, ugye jelenleg még mindig e, profitorientáltan működnek ezek a végrehajtók, abban érdekeltek egyébként azok is, akik nem korruptak, azok is, akik korruptak, hogy minél többet, minél gyorsabban elvegyenek az egyébként borzasztó szerencsétlen helyzetbe került, mondjuk devizahiteles adósoktól, kitegyék a családjukat, elárverezzék a házukat. Ugye a kormány azt mondta, hogy a devizahiteles kérdés megoldotta. Több száz, több mint százer család van, aki még napi szinten küzd ezekkel a végrehajtókkal. Magyar na mit változtatna a választási törvényem? Hát azt biztos, hogy a... megváltoztatnám, hogy, hogy különbséget teszünk magyar és magyar között, hogy valaki szavazhat levélben a másik magyarnak, például pedig Észak-Németországban ezer kilométert kell azért utaznia, hogy szavazhasson. Utolsó kérdésem, rámegyek a kérdéseknek a végére, de ennél sokkal több jött. George Horváth kérdezi, hogy ön tulajdonképpen kinek dolgozik. A magyar embereknek. És egyébként ugye szoktak vádolni azzal, hogy én a Fidesznek dolgozom, vagy az ellenzéknek dolgozom, baloldali vagyok. Én a 5 év múlva, 10 év szeretnék a gyerekeimnek, három gyerekemnek a szemébe nézni, és azoknak a gyerekeknek a szemébe, akik, meg a szüleiknek a szemébe, akik kijönnek most ezekre a rendezvényekre, egy dolgot hagy mondjak. Szentesen volt egy tíz éves kislány, annál hívták, odaadta nekem az első érmét, amit az úszásért kapott, amikor megtanult úszni és azt mondta, hogy azért adja oda nekem, mert mi tényleg, és ők is közösen a magyar emberekért, a gyerekekért és az unokákért küzdünk, és a hazánkért, és mi együtt leszünk a bajnokok. És azóta is szeretettel hordom néha azt. Úgyhogy én ezért dolgozom. Szerintem a Völnásárül is vannak kérdések, de nem keresem meg. De hogy áll a Völnásárül ügy? Ugye én tanúskodtam uh, márciusban. Azt tudjuk, hogy két minisztert, vagy volt minisztert, és egy jelenlegi minisztert meghallgatott az ügyészség. Engem azóta nem keresett a, az ügyészség egészen nevetséges az, az eljárás, amit folytatnak, és nagyon sok mindent megfogalmazunk, hogy mi lesz másképpen, hogyha a Tisza párt majd nem csak egy európai parlamenti választáson, de ez egy nagyon fontos választás, ez a június 9 e melyet itt tényleg üzenhetünk a minden magyar ember külföldön és Magyarországon és a hatalomnak, hogy eddig és ne tovább, és elképesztően fontos lesz, hogy a Fidesz mennyit ér el, mi mennyit érünk el, nagyon kell figyelnünk, hogy ne történjenek azért csalások, mert nagyon fél a hatalom, ők is látják, hogy például már az érettségizetteknél is vezet a egy hónapos Tisza Párt, a Fidesz-előtt a diplomásoknál is, a 40 éve alattieknál is, a fiataloknál elsőprő támogatottságunk van. Tehát nagyon kell figyelnünk, hogy ez tényleg megjelenjen ott június 9-én este. Úgyhogy arra biztatok mindenkit, hogy menjen elszavazni. Szerintem magas lesz a részvétel. De az biztos, hogy az egyik fontos dolog, hogy egy olyan legfőbb ügyész kell, aki valóban függetlenül fogja irányítani a magyar válthatóságot, Mert akkor nem így történnének ezek a nyomozások. Például, csak egy példát mondok három-négy olyan volt fideszes politikus ellen folyik nagyon súlyos eljárás, ami akár tíz éves börtönbüntetéssel is fenyegetendő. És egyiknél sem jutott eszébe a legfőbb ügyésznek, a legfőbb ügyész által irányított ügyésznek, hogy kezdeményezze ezeknek az embereknek a letartóztatását. Uhum. Pedig minden esetben fennáll az elrejtőzés, szökés, elrejtőzés veszélye. Talán pár volt igazságügyminiszternél, nem kell bizonyítani azt, hogy aki minden ügyészt ismer, minden végrehajtót ismer, minden ügyvédet ismer, mindenkit ismer a politikában, talán az már felmerül a, a tanúk befolyásolása, vagy, a, vagy az eljárás befolyásolásának kísérlete. És Lám egyik sem került előzetesbe. Úgyhogy még mindig különbséget teszünk politikus bűnözők és egyszerű idézőjelben a hétköznapi bűnözők között, ez meg fog szűnni. Mind ahogy sok minden első nap vissza fogjuk adni a közmédiának a függetlenségét, betétjük ezt az állami propagandát, rengeteg-rengeteg teendőnk van, 420 ezer olyan honfitársunk, idős honfitársunk van, aki olyan nyugdíjjutatást kap, hogy én szégyellem magam, ami a létminimumhoz sem elég. Van, aki 27 ezer, van, aki ma 8 ezer forint nyugdíjat kap és ha, ha nincs egy unokája vagy egy gyereke, aki tud neki segíteni, akkor a hónap közepén vagy már az elején választania kell az élelmiszer, a gyógyszer vagy a rezsiszámlák befizetések között. Szerintünk ez megengedhetetlen 2024-ben az Európai Unióban, úgyhogy 40 ezer milliárd forint jött ide. Mindenhol a 24. órában vagyunk, egyszerűen nem működik ma a magyar állam. Úgyhogy szerintem nincs hova hátrálnunk, és nem véletlen, hogy a magyar emberek azt mondták, hogy eddig és ne tovább. Közben ránéztem az órámra, 8 óra múlt 3 perccel, 3 perccel elkezdődött a koncert, a vasiet. Én Úgy tudom, hogy... Valadi, nem erről van szó, csak a műsoridőnek is vége van. Igen, gondolom, a köszönöm, 11... szépen, nem a, a műsoridőnek, ennek a blokknak 11 perc vége van, úgyhogy jó kikapcsolódást tennek holnap szólnak, hogy a megyébe a Tiszához, Úgyhogy köszönöm, hogy itt volt, Én is és köszönöm a lehetőséget. Köszönöm a jó munkát, szép estét. Jó, Minden jót kívánok, viszontlátásra. És még egyszer nézzük rá a kérdésre, ő szerint Magyar Péternek részt kell -e venni a választási vitákon, így szól a kérdés. Ez az elérhetőség, és megmutatjuk a másikat is, azóta már 5000 körül jár a szavazatoknak a száma. Mondta az elején, csak 3000, most már 5000-nél tartunk. 73% mondja azt, hogy igen, ott Azért érdemes, érdemes erre a szavazásra Mitán, nem nevezném, de ott leszek csütörtökön. És 27% mondja azt, hogy nem ez De bocsánat, még egy mondat, hogy, hogy nem véletlenül hívjuk oda sok ezer honfitársunkat május 30-án 7 órára a Várkert bazár elé, mert hogy a televízió még ahhoz is gyáva, hogy a saját épületében rendezze meg ezt a vitának nevezető hát beszélget, beszélgetést. Ez, ez a, miniszterelnöknek az stúdíró. évértékelő beszédének a helyszín egyébként 50 méterre leszünk a Félix nevű luxus étteremtől, ahol Tibor István szokott pesgőzni a nagyurakkal és a Fidesz vezetőivel, hogy lehet, hogy oda is beúrul majd egy kávéra. Ön korábban körben azt mondta, nem tudom hogy azt mondta, hogy a, az MTV vita feltétele annak, hogy a további televíziós vita akkor részt vegyen, úgyhogy akkor várjuk önt. És, az, Rájtségtel, és még az, hogyha lehet az egy feltétel, a hogy, jó, hogy a Fidesz eljöjjön, mert Dajcs Tamás nélkül vitatkozni nincs túl sok értelme, vele sincs túl sok értelme, de nyilván nem egy ellenzéki belvitát kell tartani, hanem egy, a fidesz kellene legyőzni és visszavenni a hazánkat, de igyekszem. Köszönöm, Köszönöm szépen. a lehetőséget. Köszönöm mindenütt.